A bányásztársadalom legnagyobb ünnepe, 1951 óta minden év szeptember első szombatján a bányásznap. Városunkban már pénteken, augusztus 31-én délután megkezdődtek a megemlékezések. Elsőként a bányászati aknamélyítő vállalat kopjafájánál koszorúztak a Bányászati Múzeum udvarán, majd Padrak úton a bányaüzemi emlékműnél folytatódott a program. A köszöntőkben többször elhangzott, hogy Ajka a várossá válását, gazdag kulturális és sportélete kialakulását köszönheti az ágazatnak, amely 139 évig biztosította a helyi és a térségi családok megélhetését. Az utolsó ajkai bánya is 14 éve már bezárt, de a szakmához kötődő értékek, az összetartozás, a barátság, a szolidaritás ma is élnek. Győr Sándor, a bányász szakszervezet nyugalmazott vezetője szombaton a Hilt Parkban tartott megemlékezésen elmondta, hogy 1951 előtt a bányászatnak nem volt ünnepe, a Borbála napot is úgy köszöntötték Ajkán, hogy a bányaigazgató Bódai Gábor a kantinban az aknászokat és a főaknászokat megvendégelte pár pohár itallal, később a bányásznap Ajka életében is kiemelkedő ünnep volt. A város bányászait, bányászatát országszerte elismerték. Horváth Sándor forrmester Kossuth díjat, Bán József, Bege Tamás, Tornavölgyi Kálmán, Kis István, Kovács Zoltán, Major László, Molnár Antal és Szalai Sándor állami díjat kapott. Nagy megbecsülést vívtak ki az ajkai szénmedence dolgozói a termelés és a társadalmi tevékenységgel, amit az üzem és a város érdekében végeztek. Elismert dolog volt bányásznak lenni, és nem csak a kiemelkedő fizetés miatt, hanem a katonaság aluli felmentés, valamint a lakáskiutalások nagy száma miatt is. Az ajkai szénmedence három bányüzemből, ajkai bánya, jókai bánya, padrak bánya, és később a központi szénosztályzóból állt. A termelés nagy részét a bakonyi erőmű használta fel áram és hőtermelésre, és az egész országba szállítottuk a lakossági szenet is. A bányásznap a bányák bezárása óta is ünnep. A bányák bezárását követően a bányásznapokat minden évben megünnepeljük. A város vezetése sokat segített nekünk, hogy a bányászat ne merüljön el a feledés homályában, amit mi ezután is megköszönünk. Feldröppent a hír, hogy egyes helyeken újra indítják a vályárképzést. Ez egyúttal öröm, csak az a baj, hogy 8-10 vályárral nem lehet újra nyitni a bányákat, pedig Ajkától 15-20 kilométerre 150 millió tonna műrevaló szén várja, hogy felszínre hozzák, amire lehet, hogy nem is túl sokára szükségünk is lenne. Ha újra kezdeném, lemennék a bányába ismét, válaszolta Marsi Antal, aki Padrak úton dolgozott vályárként. Az Alföldön felnőtt egykori bányász nővére, Ajkára ment férjhez, sógora javaslatára iratkozott be a csingeri vájáriskolába, majd annak elvégzése után került a padragi bányához. Később a település részen vásárolt családi házat. Nyugállományba vonulása 1994 óta is tartja a kapcsolatot egykori munkatársaival, korábban a szakszervezet keretében, ma már hagyományőrző csoportban is. A bányászok élete, munkája nehéz, de szép volt. Hát, vájárok élete nem volt rossz, hát ugye mindenki a pénz után méri le, hogy milyen volt, ugye elég sokat lehetett, vagyis hát legjobban kerestek a bányászok még abban az időben, és de a munka meg volt hozzája, úgyhogy ahhoz kellett elég sokat dolgozni, ugye volt sok új ember, aki odajött a bányához, leszállt meg, utána már nem is jött vissza, mert megijedtek, mert azért volt sokszor olyan helyzet, hogy félelmetes volt kicsit. A föld alatti körülményeket, a nehéz fizikai munkát nem mindenki vállalta. Akik viszont egész életükön át kitartottak, méltán vívták ki a társadalom megbecsülését. Mikor teszentől rájött a frontra a nyomás, vagyis a fejtésre, és akkor a vastámok, mert vastámokkal mentünk, az sorba elkezdett durogni. És olyan volt, mint a géppuska, úgy szólt végig, és ugye mozgott az egész tető. És ugye, aki még nem volt ott bányába, csak akkor jött le, vagy mit tudom, annak furcsa volt. Hát mink azért megszoktunk, mert vájáriskolás korunkban azért jártunk a bányába többször, meg hát voltak ugye
oktatók, akik elmagyarázták, hogy hogy mint kell csinálni. Tehát, hogy nem kell annyira félni, mert nem dől össze azért az egész, mert ki van biztosítva. A hétvégi rendezvényeken részt vett és koszorúzott Schwarz Béla polgármester, dr. Horváth József alpolgármester, önkormányzati képviselők, bányász hagyományőrző szervezetek tagsága, szerepelt a bányász fúvós zenekar és a borostyán férfikar. Ó, hajt szívem, kis szívét.